Ebben a belvárosi gyógyszertárban ezek a készítmények kerültek le a polcokról. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet honlapján összesen 27 olyan gyógyszer található, amelyek forgalmazását felfüggesztették pénteken. Ezek között vannak olyan készítmények, amelyeknél csak bizonyos gyártási tételeket érint a felfüggesztés, a többinél viszont valamennyi fellelhetőt. Jelen pillanatban a felfüggesztés csak annyit jelent, hogy a további eladásokat mellőzzük, tehát hogyha bármi kiderülne, akkor kisebb készletet kelljen visszahívni, amennyiben bebizonyosodik, hogy súlyos problémák vannak a készítménnyel, akkor vissza lehet hívni, akár a betegekkel, hiszen megvan a tajszám alapján, hiszen ezek vényköteles készítmények, hogy ki kapta, mikor kapta, tehát akár a betegeket is meg lehet találni, de ez nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen legyen. Valószínűleg csak a vizsgálatok után bejelentik, hogy vagy felszabadítják a készletet, és akkor ugyanúgy lehet forgalmazni, vagy pedig újabb gyártási tételeket fognak behozni az országban, amivel lehet folytatni a kezelést. Ha valaki nagyon aggódik, akkor nyugodtan fordulhat a kezelőorvosához, és akkor megpróbálhat alternatív terápiát biztosítani a számára. Mindegyik érintett gyógyszer tartalmazza a valzartán nevű vérnyomás csökkentő hatóanyagot. Többféle nevű, összetételű, hatáserősségű készítmény található a táblázatban, és nem egy, hanem több gyártó termékeiről is szó van, amelyek azonban ugyanabban az üzemben készült hatóanyagot tartalmaznak. Dr. Kis Csaba az ügyről azt mondta, az otthon lévő már kiváltott készleteket nem érinti a felfüggesztés és a feltételezett minőségi hiba, ezért azokat továbbra is biztonságosan szedhetik a páciensek. Ami otthon van gyógyszer, arról egyelőre annyi információ van, hogy továbbra is biztonsággal szedhető, viszont hogyha elfogyott, akkor mindenképpen fel kell keresni a kezelőorvost, háziorvost, és szükség esetén meg kell változtatni másféle gyógyszerre a vérnyomás csökkentőt. Az érintett gyógyszerek forgalmazását az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet a vizsgálat végéig függesztette fel, azt azonban nem lehet tudni, hogy pontosan mi lehet a feltárt minőségi hiba.